I'm glad to talk about this. It's a little bit long story. Nagyon köszönöm, hogy megkérdezték ezt tőlem, és nagyon szívesen beszélek erről a dologról. Egy kicsit hosszú történet ez. Nekünk, mi Édéből érkeztünk, ami egy hollandiai község, és nekünk van egy testvérgyülekezetünk Erdélyben, Kakasd nevű gyülekezet, és 7 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy ezt a testvéri kapcsolatot szeretnénk egy kicsit kiterjeszteni, úgyhogy megkértük a mi erdélyi testvérgyülekezetünket, hogy ők keressenek számunkra egy harmadik partnert, és ők találták Zápszonyt, így kezdődött el 6-7 évvel ezelőtt a testvéri kapcsolatunk így a 3 gyülekezet között. Ez egy nagyon sokrétű kapcsolat. Tavaly nyáron például Zápszonyból voltak fiatalok ott nálunk, Édében, de volt már felnőtt csoport is nálunk, úgyhogy nagyon jól ismerjük a zápszonyi gyülekezetet, az örömeit és a problémáit. Tudtunk a parókia felújításról is, és most, amikor elkészült, akkor meghívtak minket, hogy legyünk részes ennek a hálaadó istentiszteletnek. El kell mondjam, hogy nem mi voltunk ennek az építkezésnek a fő szponzorai. Mi is hozzájárultunk egy kicsit anyagilag, de fontosabb ennél, hogy rájöttünk mi magunk is, mennyire fontos Kárpátalján, hogy minden gyülekezetnek legyen parókiája, ahol helyben lakó lelkipásztor lehet, így a gyülekezet jobban tud épülni. Ezért kértük a mi gyülekezeti tagjainkat, hogy járuljanak hozzá ehhez az építkezéshez, és gyűjtést szerveztünk, és ennek a hasznával járultunk mi hozzá a parókia felújításhoz, és nagyon meg vagyunk elégedve azzal, amit most látunk a gyűjtés eredményeképpen. And I'm very glad to see how it turned out.